Ahogy az volt a cápák véleményének a többsége a kriptóról, hogy nem ismernek senkit, akit meggazdagodott belőle. Olyat igen, aki gazdag lett, de már el is bukta az egészet. Hogy az egész egy nagy lyukas lufi, ami addig növekszik, amíg nagyobb a fújóerő, mint amennyire ereszt, de eddig nem tartott szépen, eddig tartott és szépen esik vissza. Aha. Tehát ők egyáltalán nem hisznek benne. Ó, Istenem, de kár, hogy nem ültem ott. Ó, de kár. Mint cápa? Vagy mint aki kér 100 milliót, hogy 300 amíg megy a műsor, akkor bekéretkedek majd egy évadra, hogy hagyd legyek ott, mint kriptobefektető. Igen, csak ahhoz kell állítólag egy nagyobb összeg. Amit? Hogy ők a saját lóvéjukat kockáztatják. Azt tudom, persze, oké, nincs ezzel baj. Ja, jó, nem akartam a zsebedbe turkálni. Most nem értelek igazából. Igen, látom. Oké, mondj valami rosszat. Igen, amit nem tudok megoldani. Egy szabad szemmel láthat összeget elkülönítek. Erre oké, és beszállok én is. És akkor de kifejezetten úgy, hogy kriptóból. Csak kriptósoknak. Csak a kriptós. Csak a kriptóból. Mi ez a szar ötlet, amivel kriptózol? Nem, akkor véged van. De semmi, nem csak kriptóba szállok be, de például ott ez egy jó beszélgetés lehetett volna, hogy egy 5 percet azért beszélgetek velük, hogy na akkor. Hadd kérdezzek pár dolgot, meg ők is hadd kérdezzenek nyugodtan. Én imádom az ilyet. Nagyon hát, szívesen mentem volna. A nagy befektetők nem tudom, mennyire ülnek bele egyébként. A kriptóban? Hát igen. Uh-huh. Egy büfé úr például, érted? Warren Buffett. Hogy neki van kriptója vajon? Akit ugye a világ egyik legnagyobb ilyen tőzsdegurujának tartanak. Hát ez egy érdekes dolog, hogy ezek a nagy befektetők, ezek hova beszélnek, és hogy beszélnek, és mikor és minek beszélik le az árát, és mikor mi ellen beszélnek, és mivel mit sortolnak, ha valamit nyilatkoznak. Ők már olyan nagyok, és olyan hatalmas pénzeket mozgatnak az ő alapkezelőik, hogyha ők valami ellen beszélnek, de már akár szektorok ellen is, tehát a technológiai szektor, vagy nem tudom, vagy a mezőgazdaság, vagy bármi, akkor akár ott is képesek kiváltani valamilyen esést a tőzsdén. Okos. Tehát, hogy a Warren Buffett az nagyon utálja a kriptót. De ennek meg is van az oka, egyrészt baromi idős, kettő nem is biztos, hogy van ereje, energiája beletenni ezt a sok-sok órát, hogy megtanulja, mert azért ebben nagyon sokat kell tenni. És látja, hogy milyen teret nyer. És látja, hogy azért itt egy alternatív pénzügyi valóság születik valójában, ami nyilván neki nem annyira jó. De abban közben nem vagyok azért biztos, hogy az ő alapkezelőivel egyébként nem vetett valamikor, amikor látja, hogy egy bitcoin mondjuk 68 ezerről 16 ezerre megy vissza. Vagy valami nagy alapkezelők fektetnek már bitcoinba. Tehát, hogy valami fiatal kis alapkezelő nem tanácsolja. Vagy nem tanácsolja, és nem vesz valamennyit nagyon nagy titokban, és nézi meg, hogy oké, tegyünk bele mondjuk 100 millió dollárt, mennyit? És nézzük meg, hogy ez mondjuk egy év múlva hol lesz, vagy hol tart, vagy mi lesz vele. Szóval, hogy ez egy érdekes dolog, de nagyon nagy alapkezelők fektetnek már bizonyos pici százalékot ugyan, de már kriptóba meg ilyen eszközökben. Szóval, hogy azért ez egy érdekes dolog. Jó, nem baj, nincs. Nyilván attól félsz, amit nem ismersz, meg attól félsz, amire nincs rálátásod, meg attól félsz, ahol sok dezinformációt hallasz. Meg szóval, hogy ez a kriptós dolog azért ez egy olyan dolog, hogy ebbe tényleg éveket kell tenni. Tehát ez tényleg videókat kell nézni, olvasni, elemezni, megnézni, fordítani, kereskedni vele, megérteni a technológiát. Tehát ezért ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy csak úgy, ez most valami lufi, és akkor ilyen. Lufi volt a repülés is. Lufi volt az internet is. Lufi volt a bitcoin is. Tehát az internetre is valamikor azt mondták, hogy a gazdagok 1%-a fogja használni, a kiváltságosok egyébként meg a drogkereskedők és a... Igen, ugyanez volt a narratíva 20 vagy 30 évvel ezelőtt az internetre. Szóról-szóra ugyanezeket mondták. Hogy hülyeség, hogy ez nem fog működni, hogy az 1%, hogy a bűnözők, hogy a prostituáltak, a kábítószer és a fegyverkereskedők. Hogy használod ma az internetet? Mindenki használja. Hogy használod és mész föl, és igen, cicás és nem tudom, kukis képeket osztasz meg, vagy tortás és csokolózós képeket, és mit tudom én. Igaz, az emberek nagy többsége hülyeségre használja, de használjuk. Behasználja. És beépült. Szóval, hogy... És ez volt a repülésnél, ez volt az internetnél, ez volt egy csomó olyan dolognál, ami aztán megújította a világot. Jó, mondjuk volt egy csomó dolog, amire szintén ezt gondoltuk, aztán ma már tényleg sehol nincsen. Ugye? Tehát volt a Tamagocsi, ilyen volt, így van. Igen, arra is azt mondtuk, hogy hülyeség, és tényleg az volt. Szóval, hogy ezeket a narratívákat megnézed, vagy ezeket a nem is tudom, kommenteket, vagy ezt a fajta ilyen közmegállapítást, akkor azért az nagyon hasonló ahhoz, amit most a kriptóról mondanak. De közben már azért ez nem itt tart. Csak hát ezt ismerni kell. Nagyon sok minden történik már a felszín alatt szerintem. De mindegy, nem akarom én őket bántani. Fura, hogy négy nagy cápa ül ott.
és mind az öten ennyire durván elutasítják. Tehát legalább egy valaki lenne, aki azt mondaná, hogy figyelj, érdekel maga a blokklánc. Egy éve foglalkozom vele, igen, a technológia nagyon tetszik. Vannak kriptók, amiket kamunak tartok, és mémcoinok, ami hülyeség, de magát értem a blokkláncot, és tudom, hogy mi az a decentralizáltság, és tudom, hogy az hova vezet, és tudom, hogy ennek mi a szerepe a pénzügyi világban. Ez fura. Ez nekem nagyon fura. Lehet, hogy négy nagy, öt nagy volumen csávú ülott. Érted? Oké, az egyik sertészsírból, a másik fogyókúrásporból, a harmadik nem tudom miből, ásványvízből, de megcsinálták. Ugye a Balogh Petya az pont az internet, és pont a fejlesztés, tehát aha, hogy ő igen, mondjuk igen, egész igen. Közel áll ehhez. A Balogh Levente még benne van, ő a Levente, ő pedig az ásványvíz, igen, nem? Az ásványvízes, persze. A Szabina a fogyókúra, igen. Meg van a disznópásztor. Igen. Ugye? Igen. Ő a mezőgazdaság. Na mondjuk tőle tényleg valóban nagyon távol áll a Balogh Levente. Abban hisz, hogy a sertés megkízik, feldolgozzuk, eladjuk. Így is, föl kell inni, búza, nem tudom, kaszálva, sertés, levágva. Ennyi. A liszt darálva az igazi. Az igazi, ebben van a nagy lóvé. Ezért az ég egyet a világon sem baj. De hogy ötből egy sem mondja azt. Senki. És lehet, hogy csávó valószínűleg szélhámosod. Ez adj egy milliót, adok hármat, hagyjuk már. Tehát ez ilyen, tényleg hülyesség. Ez csak ritkán jön de, össze. De hogy azért itt egy nagyon új technológia születik, nagyon komoly háttérrel, amit ma már azért naponta tudunk mi is használni. És meg fog jelenni teljes hétköznapi úton módon. És ötből öt azt mondja, hogy hülyeség is húz innen. De úgy te ismersz olyat, már nyilván magadon kívül. Egészen közelről, igen. Ferenc, egészen közelről. Igen, 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 igen. Önmagam legnagyobb rajongója vagyok. De hogy egészen van közelről. Még egy? Egészen közelről. Igen? Figyelj, nem foglalkozik senki úgy azzal, mint én meg egy-két barátom. Tehát így a közvetlen környezetben nem igazán. De azért a világviszonylatban azokat a kitalálókat és bizonyos blokkláncoknak az elindítóit és megalkotóit és feltalálóit, azért ott látom, hogy milyen tőke van már mögöttük, és látom, hogy mit csinálnak, és látom, hogy milyen platformokon miket hoznak létre. Szóval, hogy persze, persze, abszolút. Magyarországon ez még nyilván kevésbé.